javában zajlanak a munkálatok településünk központjában. Egy modern, minden igény kielégítő új bölcsőde épül Deleske szívében, a Köztársaság utcán. A munkálatok 2021 nyár elején kezdődtek, 2022. január végére az épület 40%-os készültségben van, és elérte a legmagasabb pontját. Ez alkalomból Bokrét avató ünnepséget tartott városunk önkormányzata a helyszínen. Az eseményen jelen volt településünk vezetése, Bordán Szabolcs polgármester, dr. Vitány István országgyűlési képviselő és Búcsú László, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés alelnöke is. A beruházás részleteiről városunk polgármestere tájékoztatta riporterünket, elmondta, több mint 200 millió forintos támogatásból jöhet létre az új bölcsőde, két csoportszobával és 28 férőhelyjel. Ez egy topos forrásból valósul meg, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzatnak köszönhetően, illetve dr. Vitány István képviselőnek a támogatásával, a magyar kormány segítségével. A pályázatot 2019 évelején adtuk be, a támogatói nyilatkozatot 2020 márciusában kaptuk kezünkbe. Azt követően elkezdődött az építkezés, mára tartunk itt. Nagyon bízunk benne, hogy 2022-ben a gyermekek is majd birtokba vehetik az intézményünket. Dr. Vitány István országgyűlési képviselő a Bokrét avató ünnepségen elmondta, a kormány kiemelten fontosnak tartja a bölcsődék építését, fejlesztését és bővítését is. A magyar kormánynak a fókuszában a család áll. A család segítése minden fronton, így a bölcsőde férőhelyek számának a bővítése vonatkozásában is, hiszen a munkahelyteremtés is összefügg, illetőleg a munkába járók létszáma is összefügg a bölcsődével, hiszen ha nem tud elhelyezni bölcsődébe, akkor nem tud elmenni munkába. Az utóbbi időben a kisebb településeken is ugye mini óvodák létesültek. Berettyőfölben a múlt héten adtunk át két új csoportszobát, 28 férőhelyel bővült a bölcsődei létszám, és itt Dereskén is most ugye ez több mint 200 millió, közel 220 milliós beruházással, 28 fővel bővül a bölcsődei férőhely. És ugye ahol viszont nincsen csak magánbölcső, de ott viszont az állam havi 40 ezer forintig vállalja a bölcsődeben felmerülő havi költségeket. A kivitelező deleskei székhelyű generál ép 3 fa, fém és építőipari Kft. 27 éve van jelen az építőiparban. Ez idő alatt a megyében ismert építőipari cégén nőtte ki magát, tudtuk meg Serestyény Tamástól, a cég ügyvezetőjétől, aki a deleskei bölcsőde készültségéről is beszélt riporterünknek. A szerződéskötés az 2021 tavaszán volt, és utána kezdődtek el a munkálatok gyakorlatilag a tavasz nyár fordulójánál, és azóta tart. Gyakorlatilag idén nyáron kell, hogy kész legyen, hogy a 2022-2023-as úgymond idényt azt már el tudják kezdeni a gyerkőcök. És itt kezdenék szeptemberben a bölcsödét, az a újabb két csoport. Nekünk a kivitelezés az folyamatosan zajlik, ebben az időszakban azokat a munkákat tudjuk végezni, amiket az idő nem bánt, ugye az elég hideg van most is, úgyhogy most belső válaszfalazások zajlanak, fűtött helyeken, és várjuk, hogy az idő egy kicsit javuljon, hogy tudjuk folytatni a külsejét az épületnek, és minél hamarabb elnyelje azt a mindenki által várt kinézetét, amit a tervek alapján látni lehetett. Az ügyvezető elmondta, az új deleskei bölcsödében a két csoportszoba mellett kiszolgáló és mellékhelyiségek, öltöző, tálaló, iroda, babakocsi tároló és raktár is helyet kap majd. Ez az épületnek az akadálymentes bejárata, innen lehet akadálymentesen megközelíteni az épületet. Minden főbejárat akadálymentes természetesen, de ez is egy akadálymentes bejárat. Ezen a részen nem fognak közlekedni a gyermekek. Itt dolgozói, gondozói bejárat van. Itt ez a lépcsőház, ez felvezet arra az emeleti szintre, ahol a munkaszobák és a dolgozói kiszolgáló helyiségek találhatóak. Ahogy jövünk, sétálunk beljebb az épületbe, jobb oldalra az első szárnya az épületnek, az a melegítő konyha lesz. Itt készül majd ugye az étel a gyerkőcöknek. Ez a rész itt gyakorlatilag már az első foglalkoztató szobának a öltöző és vizes része. Az épületnek a gyerekek által használt bejárata
az 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 oldalsó bejárat, ahonnan egy folyosóról két irányban lehet megközelíteni a két különálló foglalkoztató szobának az öltözőjét és a vizes bokrait, és ahogy a gyerekek bejöttek, az öltözőt használva be tudnak menni a foglalkoztató szobába, a két ajtón keresztül, ugye a foglalkoztató szobán és az öltözőn keresztül is pedig tudják használni a WC és vizes alkalmatosságot. Foglalkoztató szobákba, ha átmegyünk, akkor ez a most még nagyobb helyiség, ez ketté lesz osztva, ez két egyforma méretű foglalkoztató szoba lesz, ahonnan mind a kettőből kijárat található a teraszra, két különálló fedett teraszrész, a megközelíthető majd a kerti játszóház és az udvar a gyermekek számára. Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő elmondta, Deleske jó úton jár és jelentős fejlődés előtt áll, amit az is jelez, hogy lélekszámában gyarapodik. Egyre több fiatal család költözik akár Debrecenből is a kisvárosba. Amikor keresztül megy valaki a városon, és nem rohan, hanem szép komótosan akár kocsival, és azt látja azt a nagy arányú fejlődést, amit az utóbbi 2010 óta elért a település. Ha csak a főtérre gondolok, az egy gyönyörű park kialakítva egyéb egységekkel, úgyhogy ez a mostani beruházás meg szintén a főút mellett van, ez is látható, vagy korábban az iskola felújítás volt itt a főút mellett, de hát nem csak a főút mellett, hanem a külterületeken is folynak beruházások, és hát nem csak az itt lakóknak, hanem aki egy kicsit is közleműködik benne, annak is nagy öröm az, hogy valami megvalósult, amit elképzelt, valamit tudott nyújtani a lakosságnak, hiszen tulajdonképpen azért választották, hogy tegyen azért a körzetért valamit, és büszkén állíthatom, hogy az utóbbi időben a bihari települések a rohamos fejlődésnek indultak. Amit több szám adattal is lehet bizony, de egyrészt az, hogy csökkent az elvándorlás, sőt van olyan település, ahol nőtt a létszám. És egy másik számadat, amit a Viastein biarkesztesi gyárának a avatásán mondtam, ott a harmadik lépcső került átadásra, egy 15 milliárdos beruházás és 220 új munkahely teremtődött. És 2010-ben a környékünkön, a választókerületben 12,3% volt a munkanélkülség, most 4,6%. Úgyhogy annak idején, mikor kormányra kerültünk, akkor azt mondtuk, hogy 10 év alatt 1 millió munkahelyet teremtettük, be is tartottuk, hiszen akkor 3 millió 700-an dolgoztak, most több mint 4 millió 700-an dolgoznak. És hát itt ebben a körzetben nem óriási gyárakat kell építeni, hanem olyanokat, amelyeket egyrészt munkaerővel fel tudunk tölteni, mert most már lassan munkaerőhiány van, másrészt pedig az itteni sajátosságának megfelelően a feldolgozó üzemek és zöldségfeldolgozó, vagy esetleg majd a reményeink szerint ugye a debreceni nagy gyárakba bedolgozni, ilyen 20-50-60 fős kis üzemeknek, úgy gondolom, hogy ez a jövő itt, hiszen minden feltétel adott, az infrastruktúra megvan, autópály itt megy el Derecskénél, és mint említettem korábban a felhajtót el fog készülni hamarosan, úgyhogy úgy gondolom most már a helyieken a sor, hogy azokat a lehetőségeket, amelyet a kormány megteremtett, megfelelően használják ki. Jó ütemben haladt át az új Dereskei bölcsőde építése. Várhatóan a következő oktatási nevelési év kezdetén, vagyis 2022. szeptemberében már birtokba is vehetik majd az épületet a deleskei gyerekek.